kötelességem tájékoztatni a tisztelt közgyűlést egy képviselői tisztségről való lemondás ügyében. Lemondással kezdődött a szekszárdi rendes februári közgyűlés. Haag Éva, fideszes képviselő, a város korábbi alpolgármestere adta vissza listás mandátumát. Két napi rendi pont levételére tennék javaslatot. Nem tárgyalták a képviselők az Árserzső polgármester által benyújtott idei költségvetés tervezetet. Ezt az Éjjel Szekszárd frakció kezdeményezte. Korábban az általuk vezetett bizottságok elnökei azt mondták, szerintük nem kellőképpen részletezett a költségvetés tervezet, ezért egyelőre nem is javasolják majd a közgyűlésnek tárgyalni. Téma volt viszont a Babits Mihály általános iskolába tervezett 3 mini kosárlabda pálya, amiket a KSC TAO támogatások segítségével építetett, így az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. A városba tervezett jégcsarnokról is tárgyaltak a képviselők. A tervek szerint a létesítmény építése márciusban indulhat, és még idén használatba vehetik a helyiek. A legnagyobb vitát a Barátság utcába tervezett Generációk parkja és a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő generálta. Az ott élők petíciót küldtek a képviselőtestületnek. Szerintük a terület nem alkalmas építkezésre, mert pincék lehetnek a földfelszín alatt, és nagyon lejt a talaj. Nehezményezik, hogy nem vagyunk környezettudatosak az épület kivitelezése, megtervezése kapcsán. Javaslatuk is van, az alkotmányút, dobóút, honvédút által határolt területeket javasolják, vagy a Béli Balog Ádám út keleti részét kialakításra, orvosi rendelő céljára. Ács Rezső, a város polgármestere viszont azt mondta, korábban egyeztettek a lakókkal, és a projekt átalakítása akár a szükséges uniós pénz elvesztését is maga után vonhatja. Körülbelül 3 éve zajlik a projekt előkészítés, több fordulóban is találkoztuk a lakossággal is, és tulajdonképpen most már a munkaterület átadása is megtörtént. Azt gondolom, olyan stádiumban van a projekt, amelynek a visszafordítása az tulajdonképpen a források elvesztését jelenteni. Az Éjjel Szekszárd frakció tagjai szerint viszont szélesebb körben kellett volna tájékoztatni a környéken élőket. A Fidesz frakció vezetője pedig még azt is felkínálta, vigyék az ő körzetébe az építkezéseket. Azt szeretném javasolni a közgyűlésnek, hogyha itt a helyszínekkel ilyen probléma van, a 10-es válaszkerületbe nagyon sok helyszín van, ahova lehetne bármit építeni, jelenleg semmi nincs. Tehát én úgy gondolom, egy közintézményünk nincs, az óvoda van ott bezárva. Tehát én felajánlom azt, hogy a 10-es választókerületbe találunk neki helyet, és vigyük oda ezeket az építéseket. A közgyűlés tagjai végül azt szavazták meg, hogy felkérik a főépítészt, tárja fel, hogy a helyiek észrevételei jogosak-e az érintett területeken.